Miután Bach 1702 tavaszán letette záróvizsgáit a Lüneburgi Szent Mihály iskolában, többé nem kaphatott sem ingyen szállást, sem ingyen étkezést, sem pedig pénzbeli támogatást. Így 1703-ban elszerződött János Ernő weimari herceg udvari muzsikusának. Erről az időszakról vajmi keveset tudunk. Bach maga sem mesélte el ennek a néhány hónapnak a történetét fiainak, így azok apjuk halála után csak ennyit mondhattak. Mi sem tudjuk, mi vitte akkor apánkat Lüneburgból Weimarba. A kinevezési iratokban nem jelölték meg, milyen feladatai lesznek az udvari zenekarban, de hisz ez nem is csoda, mert házi szolgai státuszban volt. Itteni tevékenysége a billentyűs játék körül összpontosult, és rendkívüli tudásával nagy feltűnést keltett a hercegi udvarban. Ezekben a hónapokban történt, hogy Arnstadt városa új orgonát épített a Szent Bonifác templomba, és ennek hivatalos átvételekor szakértőként Johann Sebastian Bachot hívták meg. A 18 éves fiúnak ez volt az első ilyen munkája, hiszen már ekkor tudták róla, hogy bámulatosan ért az orgonatechnikához. Bachnak az orgonaépítésről szerzett ismeretei, melyek végül is Németország legkeresettebb szakértőjévé avatták, sok év gyakorlati tapasztalatán alakultak, kezdve azon, hogy gyermekkorában az orgonakarzaton lábatlankodott, részt vett a hangolásokban és a javításokban. Kamaszkorában sokkal több orgonát tanulmányozott és próbált ki, mint bármelyik akkori orgonista. Arnstadtban nem csak kipróbálta a hangszert, hanem zenélt is az avatáson, amely után a városi tanács felvette őt orgonistának. Bach lakály örömmel cserélte fel a weimari libériát a városi orgonista civil öltözékére. Arnstadt Türingia legősibb városa, festői vidéken fekszik a türingiai erdő hegyvidékének peremén. A templom új orgonája nem volt ugyan nagy, de gyönyörű hangú volt, és változatos játékra adott módot. Érdekessége volt az orgona hangolásának, hogy az úgynevezett kórus hang alapján hangolták, amely jó fél hanggal magasabb a mai hangszerek hangolásánál. Vagyis azt a Bach fugát, amit mi ma D-mollban játszunk, Bach még Eszmolnak hallotta. Bachtól a szerződés megkövetelte, hogy tisztségében a művészet és a tudomány művelésében szorgalmas legyen, és előírta, hogy ne ártsa magát egyéb ügyekbe és feladatokba. Vigyázzon orgonájára, és ne engedjen oda hozzá nem értőket. Orgonajátékosként Bach felülmúlt a versenytársait, és 17-18 éves korában virtuózitása legalább olyan magas szintű volt, mint a nagy generációi Reinkené, Buxtehude, Pachelbeli vagy Böhmé, ha ugyan meg nem haladta őket. Zeneszerzői tapasztalatban és csiszoltságban bizonyára alattuk maradt, de saját műveiben elfogadta ezt a kihívást, amit művészi tudásuk jelentett. Bach Arnstadti éves fizetségét akkori szokás szerint negyedévenként kapta meg. Feljegyzésekből tudjuk, hogy az orgonának főállású fújtatómestere is volt Ernst Frobenius személyében. A templom orgonistájának elsődleges feladata az volt, hogy a gyülekezeti éneklést vezesse, és az énekeket előjátékkal lássa el, amelyből a gyülekezet megtudja a korál hangnemét és tempóját. Thank you.
Ám csak hamar egyházi tanács elé idézték az ifjú mestert, és megfették, ugyanis, ahogy ők mondták, különös variációkat alkalmazott a koráló kísérete közben, sok furcsa hangot vegyített bele, és ezzel a gyülekezetet teljesen összezavarta. Az előjátékokat pedig hol túlontúl hosszúra, másszor pedig nagyon rövidre szabta. Ugyanakkor az is elmondható, hogy az Arnstadtban eltöltött 4 esztendő alatt az ifjú Bach életkörülményei már-már eszményiek voltak. Magas fizetést kapott, kevés munkája volt, remek orgona birtokosaként tudta művészetét csiszolni. Bach lassan fulladozni kezdett a kisvárosi létben. Ismét egyházi tanács elé idézték, a vádpont felettébb különös volt. Egyik este Bach a hercegi kastélyból tartott hazafele, amikor is szóváltásba került egy Geyersbach nevezetű muzsikus diákkal, a hangos veszekedésből dulakodás, végül pedig verekedés lett. A kiváltó ok az volt, hogy a 20 éves Bach egy próbán zöldfülű fagottosnak nevezte az önérzetes fiatalembert. Az egyházi tanács végül is napirendre tért az eset felett, de felszólították Bachot, hogy tartózkodjék a továbbiakban a diákok sértegetésétől. Mindezekből látható, a fiatal zseni nehezen tudta magára erőltetni a német kisváros kispolgári drilljét. Elhatározta, 1 hónapnyi szabadságra megy, és valóra váltja álmát, hogy megismerkedjen Dietrich Buxtehudéval, a lübecki Mária templom nagyhírű orgonamesterével. Gyalog vágott neki a 400 kilométeres útnak, 10 napig tartott ez, és szabadságát önkényesen meghosszabbítva majdnem 4 esztendeig időzött a nagy orgonistánál. El volt zárva a világtól, amely újabb művész élményeket adhatott volna neki. De rengeteg kottát tanulmányozott át ezekben az esztendőkben, rendkívül keményen dolgozott előadói és improvizációs tudásának fejlesztésén. Módszere az volt, hogy kiválasztott egy-egy modellt, és új művé formálta, nem átdolgozás révén, hanem úgy, hogy átvette a dallamokat, a formát, és ebből új darabot írt, új választ arra, amit zenei kérdésnek fogott fel. Kombinatív elméjével az eredeti művek sokkal több variációs lehetőségét találta meg, mint Corelli 1689-ben írott fugájának újrafeldolgozása esetében is.